az MMA ösztöndíj programja új a művészeti életben. Egyrészt azért, mert hosszú távú, tehát 3 évre szól, másrészt azért, mert emelt összegű. És ez egy alkotói, illetve az alkotás mellett a kutatás segítő, de kimondottan művészeti ösztöndíj, amitől azt lehet várni, hogy hosszú éveken keresztül, nyilván több évfolyamnak kell itt végezni 3-3 éves ösztöndíj programjával, ez befolyásolni fogja a művészeti életet is, hiszen fiatal emberekről van szó. Az MMA ösztöndíj programjának az egyik erőssége az, hogy magasabb összeget ad a résztvevőknek, a nyertes pályázóknak. A másik pedig az, hogy ott áll a pályázók vagy ösztöndíjasok mögött. A szekcióvezetőnek tulajdonképpen az a dolga, hogy figyeljen az ösztöndíjasokra, hogy milyen problémájuk van, hogy kell-e segíteni, és egy kicsit dolgozzon azon, hogy ők egymást is megismerjék. Tehát a negyedévenkénti beszámolóknál leülünk, és hosszan órákon keresztül beszélünk a különböző programokról, és hogy azok mennyire haladnak. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a szekcióvezetőnek lelki támaszként kell közreműködni, és hát segíteni őket, ahol lehet. Hosszú távon azt hiszem, hogy ez az ösztöndíj rendszer, ez eredményeket fog hozni. Kiállításokban, születő új művekben, vagy akár még az is, hogy bizonyos értelemben irányt mutasson az új generációk számára.